Közel két éve 2021 év végén szentelték fel Nagykálóban a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felújított épületeit. Ez az egyike a nyíregyházi egyházmegye 23 oktatási nevelési intézményének a vármegyében. A hálózat a közeljövőben főként a bölcsőde építéseknek köszönhetően tovább bővül. Szabó Tamás az egyházmegye pastorális helynöke 35 perc című műsorunkban azt mondta fontos számukra, hogy a vármegye minden részén elérhető közelségben legyen görögkatolikus bölcsőde, óvoda vagy iskola. Ez egy alapgondolat. Az alapgondolat az is, hogy úgy gondoljuk, hogy az embernek a fejlődésének a hármas irányzata, a biológiai, az értelmi, lelki fejlődése egyaránt fontos, és az a három adja azt az egységet, amit úgy gondolunk, hogy keresztény vagy, vagy merem mondani, modern emberkép teljességéhez hozzátartozik. Ezért van az, hogy gyakorlatilag a megyében számtalan településen van oktatási vagy nevelési intézményünk, hogy bárki, bármelyik településről 20-25 perc, legrosszabb esetben fél óra utazással elérhesse ezeket az intézményeket. A tavalyi évtől kezdődően kezdte el a Nyír Egyházi Egyház jelentősebb bölcsőde építési programját, a már korábban működő Újfehértói és Kisvádai bölcsi mellett további öt településen, Mária Pócson, Máté szalkán Fehérgyarmaton, Nyírbátorban és Vásáros indult el szinte egy időben az építkezés. Ezek az intézmények a tervek szerint már jövő év elejétől várják a legkisebbeket. 2024-től pedig újabb két helyszínen, Rakamazon és Nyíregyháza Oroson indul el a szolgáltatása a görög katolikusok fenntartásában. Van egy fajta egyházi elképzelés, hogy mi hogyan melyik azok a települések, ahol szeretnénk, hogy az egyházunk jelen legyen, és e, tudja támogatni, segíteni az ott élő embereket. Másrésztről meg mindig van egy e, demográfiai, szociológiai háttér e, kutatása is ennek, hogy hol van szükség, hol van igény ezekre, hol születnek gyerekek, és hol van még esetlegesen fehér folt az ellátásnak a térképén. Tehát így indul el gyakorlatilag Mária Púcson, amiről majd gondolom fogunk nem sokára beszélni, Máté Szalkán, nyírva. Bátorban, Fehér Gyarmaton és Vásárosnami Vitkai részen egy-egy bölcsőde építkezésünk, amelyeknek a tervek szerint ebben az évben lesznek a befejezései megvalósítva, és így indul két új bölcsődeépítésünk, Rakamazon, illetve Nyíregyházának a városi orosi részében, de hát gyakorlatilag oros már olyan, mint egy város a város mellett, szintén azért, mert ott nem csak orost, hanem nyírpazony, vagy éppen napkornak is lehetőséget biztosítunk, hiszen látjuk, hogy nagyon sok szülő reggelenként érkezik a városba, a munkában, milyen jó dolog, ha útba esik, jövet menet, az a lehetőség, hogy a gyerekének az ellátásában ott tud lenni, le tudja tenni, délután vissza tudja, fel tudja venni is, és könnyítjük a családok életét akár így is. Szabó Tamás hozzátette, Mária Pócson a helyi görögkatolikus óvoda és iskola is fejlesztés alatt áll. A két épület összeépítésével egy korszerű konyhát alakítanak ki, ahol a két intézmény mellett az épülő bölcsőde, valamint a város szociális ellátórendszere számára készülhetnek majd az ételek nap mint nap.